Népviseletes babákból nyílt kiállítás a Kisáron Magyar Játéktársaság kiállító termében, Egy hazában címmel. A közelmúltban hosszú betegség után elhunyt Zorkóczy Miklósné Lázi Éva munkáit lehet megtekinteni. A Népművészet Mestere címmel kitüntetett alkotó 50 cm-es babákon mutatta be a hazai népviseleteket. Magyar mellett német, délszláv, szlovák, román, cigány, női és férfi öltözeteket. A viseleteket néprajzkutatókkal konzultálva különleges hűséggel ábrázolta. A textilbabák megalkotásánál pedig törekedett az egyes vidékek antropológiai sajátosságainak ábrázolására is. A legfontosabb talán Zorkóczy Éva esetében, hogy az ő népviseletei olyan figurákon, emberszabású babákon látható, amelyek mindegyike viseli az egyes tájegységnek az antropológiai sajátosságait. Tehát, ha ránézünk az arcra, akkor mondjuk láthatjuk abból, hogy az egy kun származású ember, aki bemutatja a kun öltözéket, viseletet, vagy egy másik például, hogyha egy sváb viseletet mutat be, akkor a svábokra jellemző arcformát láthatunk. Művészeti tapasztalatait továbbadta tanítványainak. 2002 óta a Magyar Játéktársaság keretein belül zajlik a Róza Baba alkotóprogram. Az oktatáson a népviseletes babák készítésének csinyát-binyát lehet elsajátítani. Ezeket a Róza Baba oktatásokat a társasági tagok vették igénybe, azok, akik már ebben gyakorlottak, de úgy gondolom, hogy a kerület számára is meg tudjuk ezeket hirdetni a jövőben. Most már Évának a tanítványai fogják ezt vezetni, de aki vonzódik ahhoz, hogy megtanuljon egy textilbabát elkészíteni, és azt szépen, hitelesen kidolgozott népviseletbe felöltöztetni, annak segítséget tudom nyújtani. A kiállítást május végéig lehet megtekinteni. Minden héten, kedden 2-től 5-ig, és szombaton 10-től 16 óráig.